Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, Cold VS Battlefield szemszög, hogy mire is gondolok itt, arra hamarosan rátérek, de előtte szeretném megkérdezni, hogy az a fél agresszív sniperes videó mennyire vált be, illetve a tipikusabb Battlefield fanoktól kérdezném, hogy ti mit gondoltok, hogy mennyire válhatnak be azok a tippek annál a videónál, mert hogy az egy olyan amolyan kísérleti videó volt, nem vagytok tőlem hozzászokva, hogy úgy mondjam Battlefield tippeket adjak, viszont van nekem szintén, hogy úgy mondjam, egy különlegesen nézőpont, amivel szeretném megközelíteni a Battlefieldet, és az a videó az már annak a kezdete volt, egyféle kísérleti videó, és szeretném, hogyha ebben a videóban válaszolnátok erre, hogy mit gondoltok, hogy mennyire válik az be, illetve ebbe videóra is válaszolnátok, hogy mit gondoltok, mennyire válik be, hogy úgy mondjam, ezek a bizonyos tippek, hogy egy kicsit, hogy úgy mondjam, Call of Duty szemszögből közelíteni meg ezt a játékot, keverve a Battlefield-es stílusra, tehát kihozni valami újszerűbb játékot, mert ahogy nézem, hogy ez a játék is változik, a Battlefield-es játék is változik, annál inkább előnyét tudom élvezni annak a bizonyos Call of Duty-s bázisnak. Nem kell megijedni, azért a Battlefield magát sem ma kezdtem, hogy úgy mondjam, tehát 2142 volt az első Battlefield, amivel játszottam, és azóta, hogy úgy mondjam, játszom a Battlefield-del, de kodban egyszerűen több időt töltöttem el, ez a rövid lényeg. Viszont ahogy a Battlefield volt az, ami segített, hogy kodban lehigadjak és egy taktikusabb, megfontoltabb játékot tudjak ott is játszani. Viszont a Battlefield mellől a kod volt az, ami segített abban, hogy egy pörgős, intenzív döntésmechanizmusú játékot tudjak játszani. És ahogy telt az idő, ugye egyre inkább észrevettem, hogy hogyan tudnám keverni ezt a stílust. És ahogy telt az idő, annál inkább úgy alakult ez a játék is, hogy ennek a stílusnak annál inkább meg tudjunk felelni. Nos, ezért is kérdezem, hogy mit gondoltok erről, hogy fogadjátok tőlem ezeket a videókat, mennyire vagytok kíváncsiak. Netán a tipikus Battlefield-eseknek is tudok mondani valami újat, illetve egy kodosnak, aki még nem Battlefield-ezett, illetve úgy érzi, hogy nem találja a helyét a Battlefield-ben, mert jön utat mutatni, amit rávilágít arra, hogy a Battlefield igenis rohadtul egy élvezetes játék. Hál' Istennek azért Magyarországon olyan szinten nincs szétszakadva ez a két tábor, de azért megvannak a maguk különbségei. Nos, de térjünk rá egy kicsit a témára, magára is. Kezdjük először ugye a Battlefield szemszöggel, és időnként ráváltok talán a kodos szemszögre. Ugye menjünk kicsit vissza a történelemben, Battlefield 2, 2142. Ebben a két játékban, hogy mi mondjam, meg eleve a régebbi Battlefieldekben egy fő játékirányzat volt leginkább, és ez volt a Conquest, ugye. Tehát gyakorlatilag nem nagyon volt más játék, idővel jöttek be egy kicsit más játékok, de a fő játékirányzat a Conquest volt. Ennek megfelelően ugye a pályák is úgy voltak dizájnolva, és itt azért éles különbség volt a Cold és a Battlefield között, mert a pályák úgy voltak dizájnolva, hogy Conquest-nak voltak jók, tehát nem voltak igazán jók másra sem, csak úgy Conquest-nak. Battlefield Bad Company 2-nél még megvoltak ezek a különbségek, de már kezdett azért alakulni a pályaszerkezet, hogy úgy mondjam, az a bizonyos másik stílus felé. De ugye még lehetett, voltak külön Conquest pályák és voltak külön Rush pályák, de azért már tudták őket keverni. Battlefield 3, Battlefield 4 már tökéletesen szar Battlefield-es szemszögből, hogy úgy mondjam, tehát itt még mindig Battlefield-es szemszögről beszélek, teljesen rosszak a pályák, mert egy pályát megcsinálnak Conquest-re, Rush-ra, TDM-re, Domination-re, és hogy úgy mondjam, ebből a szempontból elrontják, mert ami egyik pálya jó egyikre, nem biztos, hogy jó a másikra. És még mindig Battlefield szemszögnél maradva, ezért a szerverek is például, hogy úgy mondja, bizonyos pályákat játszanak csak le, nem az összeset, tehát azokat a pályákat, amelyek adott szerver admin kedvenc játék stílusához tartozik, és akkor ugye egyes pálya jó csak Conquest-ra, a következő csak Rush-ra, és így aztán eléggé szétbomlik ez a dolog. Ez volt a, hogy úgy mondjam, a Battlefield-es szemszög, és úgy gondolom, hogy ti Battlefield, tipikus Battlefield-es fanok, ezt ti is észrevettétek, hogy ebből a szempontból a Battlefield szemszögből nem megy annyira jó irányba. Viszont kodos szemszögből, ha egy kicsit megközelítetek onnan is, akkor ez az alakítás, hogy úgy mondjam, jó.
Mert minden pályaszegmens, illetve nagyon sok pályaszegmens, például egy Conquest-en belül, úgy van megcsinálva, hogy tökéletesen megfelel egy TDM alapú játéknak. Tehát miközben ott foglalod az ászlót, van egy kis mozgástered, és abban vagy kényszerült menni, viszont a pályaszerkezet adott az ászló körül úgy van megcsinálva, hogy egy pörgős intenzív játékot tudsz csinálni. Úgyhogy ha azt mondom, hogy tipikus Battlefield-es fan vagy, akkor igyekezz egy kicsit átfordítani az agyadat a pörgős játékstílus felé. Ugye elég hülye kérdés, elég nehéz megcsinálni egy ilyet, hogy az Istenbe csináljam már meg ezt. Tehát én Battlefield játékos vagyok, és hát gyakorlatilag nehéz lesz már ezt átszokni arra, hogy én most itt pörgessem a játékstílust, hiszen nem is olyanok a pályák. De most már a pályák kezdenek átalakulni abban, hogy megfelelnek egy pörgős játékstílusnak, hogy hogyan tudnád ezt elérni, hogyha nem nincs ráállva az agyad a kezed erre a tipikus pörgősebb játékstílusra. És az pedig az egyik szegmens ugye a lustaságod legyőzése lenne. Hogy mi a különbség egy Battlefield és egy COD játékos között, az pedig az a lustaság legyőzése, hogy úgy mondjam. A Call of Duty játékos, hogy úgy mondjam, pörgősebb és aktívabb a pályán, mint a Battlefield-es. Battlefield-es gondolatmenet, az én Battlefield-es gondolatmenetem, tehát ez a szubjektív gondolatmenet, kíváncsi vagyok a tietekre, úgyhogy nyugodtan hagyjátok ott. Battlefield játékos gondolatmenetem. Jé, ott egy tank, ha hadd menjen, én foglalkozom a gyalogsággal, ami körülöttem van. Kodos gondolkodási játékmenet. Jé, ott egy tank, elmegyek bele ezt a két RPG-t, hát ha megdobni. Utána megpróbálok elintézni a gyalogságot is. Tehát magyarul arra akarok kiukadni, hogy ha látsz valami lehetőséget a pályán, menj és lépd meg azt a lépést. Ez fog abban segíteni, hogy a játékodat felpörgesd. Gyakorlatilag nem pörög fel, de sokkal több mindent csinálsz meg a pályán. A lustaság legyőzéséhez jár még az is, hogy nagyon figyeled a radart. Kulcsfontosságú most már a Battlefieldben a radar, és ezt Battlefieldesek látják nagyon. Gyakorlatilag azt kell mondjam, bizonyos helyzetekben jobban kell figyelni a radarra, mint Call of Duty-ban gyakorlatilag. Főleg, ha most már Battlefield 4-ben van Commander, 2142-ben volt Commander, ugye ott figyeltél a radarra, hihetetlenül nagy segítség tudott lenni. Jöjjön a Battlefield-es gondolkodás. Jé, ott a radaron távolabb egy ember. Á, nem számít, elfoglalom a pontot, és utána esetleg elmegyek érte, ha nem találok valami másikat a pályán. Javítsatok ki, ha nem így van. Jöjjön a kodos gondolkodás. Foglalom az ászlót, jé, ott itt elmegyek lelövöm, mert lehet, hogy hátba fog lőni. Tehát a kodos elmegy, lelövi, visszajön, elkezdi foglalni a pályát, az ászlót, és utána intézi el az éppen beérkező gyalogságot. Szóval ezek lennének azok a különbségek, ami mondjuk egy tipikus Battlefield-es segítenek abban, hogy egy kicsit felpörgesse a játékot, egy kicsit másképp lássa meg a pályaszerkezetet, és ne legyél lusta elmenni azért az adott emberi. Ez abban segít, hogy egy kicsit felpörgess, hogy több mindent tegyél a pályán, hogy több mindent kezdjél el csinálni, hogy intenzívebbre fogd a játékodat. Előbb-utóbb mit eredményez ez? Ez fog eredményezni egy intenzívebb játékstílus, egy gyorsabb döntéshozatali mechanizmust, ami egy tipikus Battlefield játékosból bizony sokszor hiányzik, az, hogy gyorsan meglépje a játékot. És minél többet Battlefield, ez én is magamon észrevettem, hogy néha-néha lusta vagyok elmenni ide-oda, vagy megcsinálni, és vagy éppen nem elfoglalni, vagy éppen hagyni, hogy elmenjen magam mellett, majd elintézik mások, de nem jó megoldás, mert minél több dolgot csinálsz ugye a pályán, annál följebb kerülsz azon a bizonyos listán, annál jobb játékos leszel, annál jobban megtanulod a pályát, és annál jobban leszel kénytelen meghozni az ösztöndöntést, a gyors döntést, és a játékod maga átalakul egy gyorsabb döntés mechanizmusra. Nos, nagyjából ennyi lett volna, azt hiszem, szóval remélem tetszett ez a kis megközelítés, remélem, hogy hasznosnak véltétek ezeket a tippeket, és hogyha így gondoljátok, akkor még folytatnám ezt a sorozatot, és kihozva újabb ilyen videókat, ahol, hogy úgy mondjam, bizonyos COD vs. BF szemszögöt közelítek meg abban, hogy egy kicsit másképp kezdjétek el látni a játékot, és fel
pörgessétek magatokat, vagy éppen helyenként, hogy úgy mondjam, taktikusabbak legyetek. Nos, és még megint csak kérdeznék egy jó pár kérdést tőletek, hogy mit gondoltok, hogy szeretnétek-e, hogy úgy mondjam, tankos, tippes videókat hallani így kezdőknek, akkor kezdve mondjuk az alapoktól egészen a komolyabb technikákig, ha lehet ezt így fogalmazni. Szeretnétek-e helikopterről ugyanúgy látni, egészen az alapoktól komolyabb technikákig, ha lehet így fogalmazni, látni ilyen videókat, sorozatokat kezdőknek, tehát mennyire lenne igény egy kis felmérést én is szeretnék csinálni, és szeretném, hogyha válaszolnátok erre a kérdésekre, tehát egy kicsit indítsátok meg az írókátokat, és kezdetek el ott hagyni kommenteket, hogy tudjam én is meg, hogy mire van igény azért Battlefield-en belül, és főleg szeretném, hogyha válaszolnátok arra, hogy mennyire lenne igény arra, hogy ezt a stílust, ezt a COD VF, BF keverék stílust megtanuljátok, illetve erről csinálja sorozat videót. Nos, köszönöm a figyelmeteket a következő videóig. Sziasztok!